Emlékeztek még arra, amikor rám esett az ablak? Nos, most erről fogunk beszélni, és elárulunk egy pár dolgot, ami így a háttérben történt, meg hogy történt ez az egész, meg egyáltalán mi történik a videón. Na hello, srácok, egyébként én is itt vagyok a háttérben, én is fog mondani pár dolgot ezzel az esettel kapcsolatban, hogy mik történtek, de szerintem, Krisztián, kezd is el, hogy történt ez az egész, meséld el. Hát igen, ez úgy volt, hogy egy napsütéses nyári reggelen történt. Nem, nyári délután. Akkor nyári délután, adtak mindegy. Éppen a kinder tojásos videót próbáltuk fölvenni, hogy amikor kinyitogatjuk a kinder tojásokat, ugye készülöttünk a videóhoz, így próbáltuk beállítani mindent, a mikrofon, meg a kamerát, meg másodlagos kamera, ami a Máté telefonja volt, meg ilyenek, hogy minden menjen. És ugye így tárva nyitva volt, én 90 fokra nyitva volt az ablak, itt a fal, itt az ablak, és akkor ugye mi az előtt vettünk föl, az ablak előtt. És én így bekúsztam, hogy megnézzem, hogy a mikrofon az megy-e, hogy megy-e a felvétel a mikrofonon, és bekúsztam igazából az ablak alá. És ahogy bekúsztam, bekapcsoltam a felvételt, mondom, jó, megy a felvétel, minden király. A Máté az mondta is nekem egyébként, hogy vigyázzak az ablakkal, mert hogy nyitva van. Hogy ne ugye hátával, ahogy áll föl, így meglökje alulról. Sajnos ez nekem kiment a fejemből teljesen, és ahogy bekapcsoltam a mikrofont, fölálltam, és ugye fölöttem volt az ablak. És azt kell tudni nálunk az ablakokról, hogy ilyen régi fajta ablakjaink vannak, ilyen nagyon régiek. Igazából a gravitáció tartja az ablakot a helyén, mert csak így rá van csúsztatva, és hogyha azt fölfelé megemeled, akkor leugrik az ablak. Hát igen, ja, csak így rá van téve, és hogy fölemeled, és így le lehet venni. Nincs semmi biztosítás rajta. És ahogy én fölálltam, így leemeltem tulajdonképpen az ablakszárnyat, és az meg így úgy elborult, és rá a fejemre. Viszont ez nem is ez volt amúgy a legnagyobb probléma, hogy amihogy ráemesett az ablak, hanem a legnagyobb probléma az az volt, hogy ugye kitört az üveg, és ugye, mint tudjuk, hogy kitörik az ablakból az üveg, az ablak keretnél ilyen recés marad. Ahogy így el akar dőlni az ablak, én gyorsan oda kaptam a kezemmel, mert hogy ne dőljön el az ablak, mert attól hirtelen az jutott eszembe, hogyha így a keret így rajtam így át akar dőlni, hogy nehogy itt elvágja a fejemet, vagy ilyesmi, az a recés üveg ott a szélén. És gyorsan oda kaptam, és mivel ugye gyorsan oda kaptam az üvegbe bele nyúltam igazából, ide ráfogtam, és itt volt így az üveg, ezért úgy elnyisszantotta itt az ujjam nála. Egyébként még így is 100 000-szer jobban jártam, mint hogyha csak így simán rád esett volna az ablak, szóval igazából megmentetted magad végül is azzal, hogy hát feláldoztad igen. Az ujjadat. Igen, és ott lehet is látni a videó, mikor így fölállok, és így visszalökött lefele az ablak, mert le is emeltem, de engem vissza is lökött a földre, mert így hát letámaszkodok igen. Így az öklömmel. Azért támaszkodtam le, mert ahogy így fölálltam, és visszalökött a földre az ablak, és akkor így le kellett támaszkodjak. Na igen, és akkor így odakaptam, és ugye az elvágta nagyon az ujjamat, és hát nem tudom, hogy a csontom volt-e, vagy tényleg, vagy az ín, vagy ilyesmi, de ilyen hófehér. Szerintem az ín volt. És a csontom kilátszik. Igen, de túl vastagnak tűnt. Na szóval akkor elmesélem az én szemszögemből eddig a történetet, aztán utána folytatjuk. Nos, én ugye ott feküdtünk a földön, mert ott tudtuk a legjobban fölvenni ott a videót, és szóltam a Krisztiánnak, mert én látom előre a dolgokat, hogyha nem vigyáz, akkor ráesik. Jó, hát nem gondoltam, hogy ráesik az ablak, az arra gondoltam, hogy nehogy bevágja a hátát igazából. És ugye fölállt, és ráesett az ablak, és én is így odakaptam így a kezemmel, amúgy látszik is a felvételen, hogy próbálok oda nyúlni én is, hogy megállítsam az ablakot, de amúgy én is nagyon szerencsés vagyok, mert a szemembe beleesett volna egy üveg, akkor én is elég szarul járhattam volna. Krisztián elkezdte üvöltözni, hogy a csontom kilátszik! És a csontom kilátszik! És én arra gondoltam, hogy valahol kilátszik a csontja, ilyen nagy sebet ejtett rajta az üveg. Hát hála Istennek nem csak itt az ujjánál, de amúgy nem is volt olyan nagy az a seb. Hát azért nagyon durva hát volt. Nagy volt, de azért nem volt olyan nagyon durva, mint egy háborús sérülés. Mint hogyha ujjammal védtem volna egy karcsapást, kb. Olyan hát volt. Az, akkor leszakadt volna az ujjad, vagy levágta volna az ujjad. Dehogy, de egy átlagos embernek levágta volna, de nekem nem. Jó, miből van neked a csontod adamantiumban? Igen. Oké, és ráesett az ablak, és én azt sem tudtam hirtelen, hogy mit csináljak. Jó, amúgy egyből azonnal fölálltam, hogy mondom, gyorsan segítek róla levenni az ablakot. Levettük a Kriszről az ablakot. Azonnal kiszaladt a fürdőszobába, végig csöpögtette vérrel a szőnyeget amúgy, marha jó. Hát így kicsit így meg is nyugodtam, meg így aggódtam is, mert azt hittem, hogy nagyobb sebe van. Hát igen, ezután így kimentem a fürdőszobába, aztán itt elkezdtem mosogatni a sebemet, és akkor közben följöttek
apumék, mert ők lengrilleztek éppen, míg mi vettünk föl, és akkor beszéltük, hogy hú, gyorsan át kéne menni az orvoshoz, mert azért nézze meg a sebet, mert így akkor ilyen kicsit pánikba esik az ember, mert tényleg azért az ujjamon látom a csontot, hogy itt a feje full be van vágva ilyen mélyre. Látom, hogy tiszta üvegszilánk vagyok mindenhol, a fejem is, meg minden. Aztán gyorsan lezuhanyoztam, akkor is észrevettem, hogy tiszta seb volt itt a vállam is, meg a ráesett egy ilyen nagy darab üveg ide a vádlimra. Ott is volt egy egész nagy seb, de az annyira nem érdekelt, csak ez az ujjamon ez a seb. Bepattantunk apummal a kocsiba, és akkor mentünk a orvoshoz, az ügyeletre, és akkor közben meg már egy kicsit megnyugodtam, mert elkezdtem, eszembe jutott, amikor már nem voltam pánikba, és hogy elkezdtem így mozgatni minden fel az ujjamat, meg behajlítani, és mondom, jó, minden funkciója működik az ujjamnak. Szóval ez nagy sérülés nem lehet, mert ugye, hogyha minden funkcióját el tudja látni az ujjam, túl nagy sérülés nem lehet, és ez voltam ugye az orvosnak is az első kérdése, hogy tudom-e minden irányba mozgatni, meg hajlítgatni, mondom, aha, mondja, hát akkor nem gáz, csak hogy a heg elkerülése érdekében azt össze kéne varni, és akkor mondta, hogy menjünk be Pestre, meg minden, mondom, nincs kedvem Pestre bemenni, úgyhogy inkább nem mentünk, hanem csak bekötöztem. Nem az orvos kötözte be? Ja, de először bekötözte az orvos, és mert mondta, hogy hát, hogyha gondoljuk, akkor menjünk be Pestre, hogy ne legyen a heg nagyon nagy, mert hogyha nincs összevarva, akkor nagy lesz a heg. És akkor másnap megnéztem, és így nagyon szét volt csúszva, és akkor mondom, hát ez szarul fog összeforni, hogyha nem csak semmit, és akkor anyum vett a patikába, van ez a ilyen seb összehúzó ragasztó, hogy ilyen seb egyik felére rárakod az egyik felét, és áthúzod, és a másik felére a másik felét, és akkor az így összehúzza a sebet. Akkor abból ráraktunk kettőt, és így összehúztuk a bőrt, hogy izé legyen, és akkor itt lehet látni, hogy ott láthatjátok a heget, hát amúgy annyira nem is durva. Úgyhogy végül is egész jól megúsztam. És hát ja, amúgy történhetett volna rosszabb is, hogyha nem kapok oda, mert ugye ez volt a legnagyobb sebem, hogy oda kaptam, de viszont hogyha így eldől az ablak, és akkor valahol így elvág, mit tudom, a fejemet, vagy itt, vagy ki tudja, hogy hol, vagy a tarkómat elvágja az üveg, ahogy így dől el. Szóval még itt még csak az ujjam sérült meg, úgyhogy ez még így okés volt. Utána úgy gondoltam is, hogy valamit kéne kezdeni ezekkel a régi ablakokkal, arra gondoltam, hogy így becsavarozni egy kis csavarokat a ablak gombok fölé, és akkor nem lehet leemelni, mert ott a csavar. De amúgy azt azóta se csináltuk meg, szóval most is bármelyik pillanatban ránk esett az ablak. Hát igen. Jaj, tényleg, és azt nem is mondtam, hogy azután olyan ilyen izém volt, ilyen poszttraumatikus stressz-szindrómám volt, és nem mertem sose fölállni, így mit tudom én, ettem a ebédemet, és akkor így álltam föl a székről, és így a fejem fölé tettem a kezemet, és így álltam föl mindenhonnan, mert rettegtem attól, hogy a fejemre esik valami, tudjátok. Igen, egyébként azt senki sem tudja, mert amúgy nem szoktam mondani sehol, hogy nekem is lettek sebeim ebből a balesetből. Úgyhogy igazából nem csak a Kriszre esett rá az ablak, hanem rám is. Ahogy széttört az ablak, és így kiesett belőle az üveg, az alkaromra is ráesett, ott is lett egy sebem, az ujjam azt teli lett sebbel, mert én szedtem utána össze az összes üveget az ovából egyébként. Itt van róla kép is egyébként, hogy ott van az ablakkeret az ágynak neki döntve, és ott szana szét van törve mindenhová az üveg. Na azt mind én szedtem össze, meg anyukánk segített. És miközben szedtem össze az üveget, annyi seb lett a kezemen, hogy beszarás, de nyilván azok hamar begyógyultak, mint hogyha egy késsel elvágnád magad igazából olyan. Igen, meg ráléptem az üvegre, mondjuk ott azt nem is figyeltem, amikor felálltam a Krisznek segíteni, akkor pont így rátaposok az üvegre, az látszik is a felvételen. Ja, de azon gondolkoztam, hogy még amúgy, hogyha ilyen újfajta ablakunk lett volna, akkor még, hogyha le is valahogy, azt le se tudod emelni, mert ugye abban van egy ilyen visszatartó dolog, de még hogyha le is emeltem volna, az is be se tört volna az üveg, mert ez persze. Kajak ilyen 2 milliméter vastag üveg, és akkor ilyen nagyon törékeny. Mert... Nyilván hát ott inkább ilyen zúzódási sérüléseid lettek volna, mert ugye az nehéz, viszont nem törik el, de az sokkal jobb, mert a vágás, meg ezek a sebek, ezek sokkal rosszabb sérülések, mint hogyha mondjuk megüti a hátad, vagy a combod. Szóval, mi ebből a tanulság, srácok? Nem más, mint hogy nagyon vigyázzatok magatokra. Ugyanis, hogyha nem vigyáztok, akkor komoly sérüléseket szenvedhettek. Mi ebből a tanulság, Krisztián? Hogyha elnyitod a mikrofont az ablak alatt, akkor nem ugrasz föl, mint egy majom a ablak alól, hogy leverd az ablakot. Főleg úgy, hogy a testvéred rád szól, hogy ne csináld ezt, mert rád fog esni az ablak. Most minden köd eloszlott.
elfelől, az eset felől, ugyanis sokan kérdezgetnétek, hogy hogy történt, meg mi történt, meg hogy esett rád az ablak. Most már tudjátok, hogy hogy esett rám az ablak, és ti nagyon figyeltek oda, hogy ti rátok sose essen ablak, mert nem olyan kellemes. Köszönjük szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, hát ez csak egy ilyen kis gyors storytime. Ha szeretnétek még ilyen storytime videókat esetleg, akkor nyugodtan írjátok a kommentbe, hogy szeretnétek, és legyen meg ezen a videón a 10 milliárd like. Na jó, nem kell 10 milliárd, 10 ezer. Akkor, köszönjük szépen a nézettséget, srácok! Let's go! Yeah, baby, sziasztok!